Új külsővel büszkélkedhet a ludasi helyi közösség épülete. A faluház külső hőszigetelést kapott, valamint újra festették a falakat. Régóta igyekeztek modernizálni az épületet. A munkák eredményét a helyi plébános felszentelte, majd Bumforti Vadar Szabadka város képviselő testületének elnöke és Horváth Tímea Szabadka alpolgármestere átadta az épületet. Ezzel azonban nem értek véget a munkálatok. Az ötödik és egyben utolsó fázis során belső javításokat végeznek majd az épületen. A beruházást Szabadka város finanszírozta. Most a negyedik fázis fejeződött be. Ez a fázis, ez a homlokzatnak a felújítását jelentette, ez több mint 2 millió dinárt, de az összmunkálatok több mint 15 millió dinárba fognak kerülni. Még az ötödik fázis van hátra, amikor is a fűtés és a hűtés technika fog felszerelésre kerülni. A Fokhagyma Fesztivál és a Falunap ezzel nem ért véget. Az alsóludasi kistavat is felszenteltették, ugyanis kitakarították azt a gyerekek nagy örömére. Nagyon örülök neki, hogy van végre, és nem kell mondjuk Palicsra járnunk, vagy Szabadkára, és akkor itt van Nemeszén, és egy kilométerre lakok körülbelül, vagy félre, és nagyon gyorsan leérek. Régi álma volt a településnek és a helyi természetbarát körnek, hogy rendbe hozzák a tavat. Ez végül is az első fázis ennek a munkának, és hát úgy érzem, hogy a csapatba, illetve ebbe a közösségbe, ebbe a faluba van még annyi energia, hogy ezt tovább fejlessze, és nagyon remélem azt, hogy jövőre, illetve 2-3 év múlva itt egy olyan környezetet tudunk kialakítani, ami méltó lesz nem csak Ludashoz, Szabadka városhoz, illetve hát Palics fürdőző helyhez is, és reméljük azt, hogy sok jóindulatú természet kedvelő ember ki fog ide látogatni Ludasra. Csúszdázni, úszni, vagy akár csónakázni is lehet Ludason a kis tavon, és hogyha megnézzük a vizet, igen kellemes, úgyhogy bátran jöjjenek.